Az elmúlt napokban szinte berobbant a köztudatba bíró a Delta Mesterséges Intelligencia alkotta új műsorvezetője, aki már reagált is a hatalmas érdeklődésre. Adának ugyanis közösségi oldala is van, ahol rendszeresen posztol, kommunikál. Bíró Ada egyedülálló hazai televíziózásban megjelenése óriási sajtóvízhangot váltott ki. Fontos azonban megjegyezni, hogy a mesterséges intelligenciát az ember alkotja, és az ember is irányítja folytatja Imre Balázs a vendégével. Legalábbis egyelőre annyira hozzá akartam tenni. Igen, 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 igen. Én is, én is, én is, ember vagyok, és, és egy emberrel fogok beszélgetni most a következő percekben. Szűz Zoltán tanár úr van itt, média és digitális pedagógia kutató, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánya. Jó napot kívánok, jó reggelt kívánok. Köszönöm, jó reggelt hogy kívánok. a meghívásunkat. Beszélgettünk nem olyan régen, néhány napja már a mesterséges intelligenciáról, és részben bíróadáról is. Hogy látja az elmúlt napokban, kíváncsi vagyok, mint a terület kutatója, mit tapasztalt a jelenséggel kapcsolatban, mit a szerkesztőségben, nagy felboldulást tapasztaltunk az elmúlt napokban, sokan érdeklődtek, még interjút is kértek egyébként ezzel kapcsolatban. Egyrészt a Google Alerts folyamatosan küldte az értesítéseket, hogy a nevem összekapcsolódott ezzel a, a témával, és hogy gyakorlatilag minden sajtóorgánon Magyarországon foglalkozott vele. Érdekes volt látni, hogy amelyek kicsit szeriőzőbb módon, komolyabb módon közelítették meg a témát. Ők azért foglalkoztak ennek a, a filozófiai részével is, de igazából a bulvár sajtóig is eljutott maga a történet. Ez azért izgalmas, mert nagyon ritkán foglalkozunk ennyit egy technológiával, de úgy tűnik, hogy itt valami nagyon jót eltalálta a delta. A siker, az ebben annak is köszönhető, hogy egy új dologról van szó. Mi motiválja ilyenkor az embert, mint ennek a területnek a kutatója, a kommunikációs szakember, hogy látja? Mi motiválja az embert ilyenkor a, a, a kíváncsiság, a félelem, az újjal való megismerkedés, az újnak a megismerése? Mi csinálunk egy kutatást a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és ott is azt vizsgáljuk, hogy, hogy mik azok az attitűdök, amelyek ezekhez a technológiához kapcsolódnak. Általában a kíváncsiság, és a kíváncsiság az már behúzza a nézőt, behúzza a válaszadót olyan téren, hogy elkezd gondolkozni, hogy hová fog majd vezetni ez az új technológia, de alapvetően itt egyelőre a látvány az, és ez az újdonság, tehát mondhatjuk azt, hogy varázs, én hát hívő katolikusként talán mondhatom azt a szót, hogy itt egy varázslatról van szó, de igazából egy, egy olyan szimulációról, amit még nem láttunk. Tehát annyira új. Hát eddig mi történt? Azt láttuk, hogy szövegek generálnak szövegeket. Tehát amikor valaki a chatgpt vel kapcsolatba lépett, akkor írt neki valamit, az meg valamit visszaírt. De hát az nagyon 2D, itt viszont 3D-ben is megszólal, és ugye olyan dologról van szó, amit nehezen értünk meg. Tehát mi az, hogy a mesterséges intelligencia generál egy műsorvezetőt, ami úgymond magától beszél? És ez a technika a technikában, ahogy veszük, mert ugye a médiában, a televíziós médiában jelent meg, ez a mesterséges intelligencia, és ez, ez nekünk is, a közmédiának is egy vadonatúj dolog, sőt, szerintem a magyar televíziózás vagy sajtótörténet történetében is úgymond egy új dolog, tehát nyilván ezzel ismerkedni kell még. Korszakalkotó, mondhatjuk azt a mostani kezdeményezés, bíró a megjelenése a médiában? Mindenképpen. Tehát az hogy, az, hogy a közmédiában a mesterséges intelligenciát ilyen formában használják, ez korszakalkotó, és az is nagyon fontos, hogy a látvány is minőségi. Tehát azért ma már a felhasználót elkényeztetik a technológiák. Tehát, hogyha valami pixeles, hogyha valami töredezett, hogyha nem valósághű, akkor azt nem fogja szeretni. Itt pont az az izgalmas, hogy mint mintha húsvér lenne, és az az embergép együttélés, ez rengeteg filmnek is volt a témája, gondoljunk bele, amikor a, a Star Warsban például ugye oda kivetítik a különböző figurákat 3D-ben. A CNN tizenvalahány évvel ezelőtt kísérletezett ilyen technológiával, de az nagyon gyerekcipőben járt, amikor, amikor oda vetítettek egy húsvér szakértőt, és akkor a bemondóval beszélgettek, hát most más történetről van szó, most gyakorlatilag a gép generál egy, egy képet, és azzal kerülünk interakcióba. Mennyire érdekes azért a technika fejlődése során, ugye az utóbbi években, évtizedekben rohamosan elindult ez a fejlődés, hogy az újjal kapcsolatban mindig van egy réteg, amelynek van valamilyen fajta fenntartása a dologgal kapcsolatban, csak ha belegondolunk, hogy 20-30 évvel ezelőtt pont azt beszélgettük a családtagjai, még mikor Kollég, kollégista voltam, mentek és dobálták a pénzt a telefonfülkébe, hogy fel tudjanak hívni, most meg már ott a mobiltelefon a kezünkben, nem kell levelet írni például kézzel, tehát ugye azért sokat fejlődött a technika, és hogyha megnézzük, akkor lehet, hogy eleinte a mobiltelefontól is tartottunk, de most már természetesen használjuk. Elhangzott itt a felvezetőbe, hogy ember alkotta, a mesterséges intelligenciát is, és az emberem múlik, hogy mire használja. Hogy látja, hogy a jövőben jó dolgokra fogjuk tudni ezt használni? Nagyon jó dolgokra tudjuk használni, hogyha tudatosan csináljuk. Nyilván lesz majd egy csomó negatívum is, de a jó dolgokra fókuszálva megkönnyíti a munkánkat, megkönnyíti az életünket, megkönnyíti mondjuk az orvoslásnak a folyamatait, az oktatásnak a folyamatait. Eljöhet az, amire nagyon vágyunk, hogy személyre szabott oktatást tudunk kínálni. Ez egy költséges játék, tehát itt azt jelenti, hogy a mesterséges intelligenciát úgy kell programozni, hogy minden egyes tanulónak követi mondjuk az előrehaladását, és ilyen módon ad neki feladatokat, osz meg vele tartalmakat. Tehát Fényes jövő előtt állunk, hogyha jó célra használjuk. Én olyan szempontból ugye azért óvatos vagyok, mert láttuk, hogy a nagy külföldön úgy fejlesztik ezeket a technológiákat, hogy a profitot optimalizálják de ennek ellenére ugye mindennapokban mi rengeteget profitálunk magunk is belőle, az okostelefon segítségével, bármilyen más ugye digitális technológia segítségével, ami szinte fillérekért elérhető a fordítórendszerek segítségével, a közösségi média. Én mielőtt ugye bejöttem a stúdióba, mindig lövök egy szelfit, megosztom, népszerűsítem, hogy miről fogok majd beszélni. Korábban erről nem lett volna szó, most pedig ismerősök ugye mondják, hogy jé, hallottam erről ugye már korábban, jó, hogy beszéltél a tv Szívesen követem. Említette azért azt is, hogy tehát nyilván azért, azért fontos dolog, hogy mire használjuk fel, meg hogy fejlesztik majd a nagyobb cégek ezt a mesterséges intelligenciát. Egy percünk maradt. Ugye arról is folyik egyfajta vita, és tudom, hogy ez nem tanárunk a szakterülete, inkább a jognak, hogy milyen fajta garanciákat kell beépíteni arra nézve hogy a mesterséges intelligenciát megfelelően használja fel az emberiség. Ön erről azért biztos, hogy gondol valamit, hogy van ebben a kapcsolatban véleménye? Igen, tehát, hogy ennek a része arról szól, hogy átláthatóvá kell tenni a technológiának a fejlesztését és a technológiának a felhasználását. Világossá kell tenni, hogy adott esetben jelölni kell, hogy mesterséges intelligencia által létrehozott tartalom, és a jövőben remélem, hogy azt is majd jelölik, hogy mint tanult a mesterséges intelligencia, mert egyáltalán nem mindegy, ahogy az ember esetében is, hogy milyen ugye tartalmakból tanul. És itt van addig is velünk bíró Ada, akit lehet követni, tehát a Delta adásában a Dunán, tegyék ezt meg a nézők, hiszen most nagyon érdekes dolgokat lehet tőle megtudni. Köszönöm szépen, tanárul, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen.